Nagyjából 2 millió tonna kőolajtól eshet el Magyarország azzal, hogy Ukrajna blokkolta a Lukoil vállalat szállításait. Szakértők szerint nehezíti hazánk helyzetét, hogy olyan úgynevezett uráli típusú nyersanyagról van szó, amit nehéz pótolni. Tegnap Gulyás Gergely miniszter a Kormányinfón azt mondta, pánikra nincs ok, van még tartalékunk, de őszig megoldást kell találni, hogy ne is legyen hiány üzemanyagból. Egymást érik az óriás tartályok a MOL százhalombattai finomítójában. Ezek jelentik most a garanciát, hogy ne okozzon gondot az ukránok barátságtalan lépése, amellyel leállították az orosz Lukoil kőolaj szállításait. Mind a magyar, mind a szlovák kormány szerint Ukrajna zsarolja a két országot. Erről a miniszterelnökséget vezető miniszter számolt be a Kormányinfón. Gulyás Gergely hozzátette, az ukránok lépése ellentétes az Európai Uniós megállapodásokkal is, így azzal, hogy Magyarország az ellátásának biztonsága érdekében korlátozások nélkül kaphasson orosz nyersanyagot. Ukrajna azt a két országot, Magyarországot és Szlovákiát zsarolja, amelyek következetesen állnak ki az azonnali tűzszünet és béketárgyalások mellett. Mi sem bizonyítja jobban, hogy a zsarolás mögött ez az ok áll, mintsem, hogy a Lukoil, amely a MOL szerződéses partnereként ide szállít, és semmilyen szankciós listán nem szerepel, mostantól az ukrán parlament és az ukrán elnök közös döntésének következtében nem tud szállítani Magyarországba. Ugyanakkor a másik nagy orosz kőolaj szállító cég, a Rosneft, szabadon szállíthat Csehországba az egyébként lengyel tulajdonban álló finomítóba. Ami jó ír, hogy az ukrán olajblokkolás nem okoz fennakadást a százhalombattai dunai finomító működésében és az üzemanyagellátásban sem, de szeptemberig megoldást kell találni a problémára. Az M1-nek nyilatkozó szakértő szerint több lehetőség is kínálkozik, ennek ellenére nem lesz könnyű feladat a kieső olaj pótlása. Ilyen lehetséges megoldásnak kínálkozik, hogy a Rosneft vagy a Tatneft energiacégek veszik át a Lukoil helyét, csak hogy a MOL 2025-ig kötött szerződést a Lukoillal évi 4 millió tonna olaj szállítására. Lehetne pótolni ugye tengeri szállításokon keresztül, úgyhogy az Adria vezetéken keresztül történik a beszállítás, bár itt megint vannak csak nehézségek. Ugye egyrészt az a nehézség, hogy ennek az Adria vezetéknek nem akkora a kapacitása, mint például ugye a Barátság kőolaj vezetéknek a kapacitása, tehát itt még fejlesztéseket kéne végrehajtani. Az sem megoldás, hogy más forrásból történjen meg az olajbeszállítás, hiszen a magyarországi finomító és a pozsonyi finomító is alapvetően többségében még az orosz olaj minőségére van optimalizálva. Ezt a híradónak nyilatkozó energiapiaci szakértő, a Bank 360 csoport vezető elemzője is megerősítette, aki elmondta, százhalombattán folyamatosak a fejlesztések, hogy adott esetben nagyobb mennyiségű, például Brent típusú kőolajat is fel lehessen dolgozni, de ez időigényes feladat és nagyon sokba kerül. Magyarországon a százhalombattai dunai kőolajfinomító az elsősorban oroszországi kőolajjal tud csak működni. Ha másmilyen kőolajat tesznek bele, akkor a berendezések nagy része elromlik. Jelenleg ez a kőolajfinomító 60%-ban oroszországi kőolajjal működik, 10%-ban magyarországival, 30%-ban pedig Horvátországon keresztül érkező alternatív kőolajat is fel tud dolgozni. A pozsonyi Slovnaft finomítóban ennél rosszabb a helyzet, hiszen szinte kizárólag 95%-ban az uráli típusú nyersanyag feldolgozására képes. Ezért is kardinális kérdés, hogy záros határidőn belül pótolják a kieső kőolajat. Az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter szerint Ukrajna megsértette a társulási megállapodást. Bóka János azt mondta, konzultációt kezdeményeztek az Európai Bizottságnál, de Magyarország arra is felkészült, ha ezek az egyeztetések nem vezetnek eredményre. Amennyiben a konzultációk nem vezetnek eredményre, a társulási megállapodás vitarendezési eljárásokat is szabályoz, ideértve a választott bírósági eljárást is. A választott bírósági eljárás eredményétől függően pedig számos válaszlépésre ad lehetőséget a társulási megállapodás.
Az esetleges válaszlépéseket nem részletezte Bóka János. A külgazdasági és külügyminiszter ugyanakkor korábban arra utalt, amennyiben nem érkezik Ukrajnából orosz kőolaj, Magyarország blokkolni fogja annak a 6,5 milliárd eurónak a kifizetését, amiből Ukrajna fegyvereket kapott az Európai Uniótól.